szépen 10 perc van még a húsétel tálalásáig. Megkezdődik a szén begyújtása. Ugye ez helyettesíti azt a bizonyos japán Binshotan grillt. Kevinke nem fél a tűztől. Itt vannak a töltött cékla zselék. És az őrjöngés annak szól, hogy a talán ott látszik a háttérben a villogó óra Kevinke mögött, aki ide integetett nagyon kedvesen. Az utolsó másodperceknél tart a norvég csapat, nekik már csak 10 pár másodpercük van hátra ahhoz, hogy tálaljanak. Itt van a rápirítása csirke mell részekhez. Megkapták a pirítást, elzárjuk a lángokat. Ott pedig látszik, hogy a dísztál rajta vannak már a sárga cékla batyuk. Most kerül fel a vörös céklából készült kis csirke belsőséggel és egyéb finomságokkal töltött nagyobb batyú. És nagyon-nagyon finom illata van annak, ahogy kicsit megpörkölték a húst. És jön az idő ura, aki itt fog szigorú arcot vágni. Egy pillanatra most elmosolyodott, amikor meglátott, de szerintem ez csak átmeneti lesz. Ott vannak a jegyzetek, ott látszik, hogy csúszott esetleg valaki, vagy lett-e túl hamar kész, hiszen az sem jó. Illetve azzal mondjuk azt kockáztatják leginkább, hogy nem megfelelő hőmérsékleten és állagon kerül majd a zsűri elé az étel. Ezek itt már az utolsó simítások, hogy annak a kis csirke félgömbnek, ami a combot és a szárnyat és belsőségeket és fűszerpaprikát és erdei gombákat és homárt is tartalmaz, annak az alja van négyzethálósra pirítva, ami most még nem látszik, hanem amikor majd felszeleteljük, akkor fog az majd jól kinézni, és ott füstölök már a faszén, az lesz ugye a központi eleme a hústálnak. Ez az, ami egyrészt egy kis vizuális effektet biztosít, másrészt viszont illatában és akár egy kis melegen tartásban is szerepet játszhat. Sok-sok virágszirom kerül még rá, közben a háttérben Kevinke pakolja a virág tartletteket, a kis tészta kosárkákat rajta, a kis ropogós fedővel, benne pedig többek közt zsenge, éppen hogy csak marinált zöldborsóval szintén kerül rá díszítésképpen virágszirom, és a kis műanyag gömbök ott, amiben különböző növények bukkannak fel, az csak és kizárólag dekorációs célt szolgál, hasonlóan ehhez a páros ezüst színű csirkelábhoz, ami itt a ágas-bogas módon majd a húst körbe öleli, és ugye szintén a magyar erdőt szimbolizálja. Még egy kis fűszerezés. És kevesebb, mint 7 perc van még hátra. Jön a főzelék, amit ugye a csapat viccesen finom főzeléknek nevez. Nyilván abból ez azért egy elég különleges és elég nemes verzió. De kétségkívül tartalmaz például sárgarépát is és zöldborsót is, úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon-nagyon szofisztikált rokona a finom főzeléknek. Illetom a norvég kapitánynak megtetszett a kis tartlettünk, mert hogy áthajolt és gyorsan lefotózta. Annyi baj legyen, most már ugye nem fogják tudni használni az ötletet. Talán majd legközelebb jövőre Olaszországban a Bocuse d'Or Europe-on. Ott a folyami rákok kerülnek be. Ez egy nagyon-nagyon finom kis kiegészítő lesz. Többek közt piros paprikával ízesítve egy kis plusz finomság a húsétel mellé. Ugye itt is megjelenik a rákféle, amit feltétlenül adni kell a feladat teljesítéséhez. Azaz a bizonyos finom főzelék, amit itt a képernyő másik oldalán Tamás kanalazgat, és a mártás melegen van.
valami kimarad, de egy gyors korrekció segítségével megoldódik a dolog. Gyakorlatilag egy másodperc sem veszett el ezáltal, és ott pedig egy kis petrezselyem hab kerül még a folyamirákra, és ha jól emlékszem, akkor egy kis homár biszk, azaz egy nagyon intenzív ízű lé fogja még ezt majd tovább színesíteni, illetve ízesíteni. És hát ezek lehetnek az igazán nyomasztó pillanatok egy magyar csapat számára, amikor egyre több zsűritag figyeli, hogy mi újság. Hiszen gyakorlatilag mindenki más kész van már. József Fiala tátott szájjal figyeli ezt a megoldást. Szerintem már indul is, és a Daniel Denis létlapjára felkerül valami hasonló, de Mathieu Vienné is nagyon kíváncsi. Megfordulunk, és jön a másik oldalára is a kis pörzsanyag. Úgy látom, a zsűri is szereti a látványos megoldásokat. Még Tommy Millimackinak is nyitva maradt a szája, úgyhogy ha csak a tátva maradt szájak számát tekintjük, akkor már is ott vagyunk az élmezőimben, az garantált. Indul a szurkolás, egy kicsit intenzívebbé válik, és igazából itt is az ideje.